Három hete vetettük el a magokat a virágládába. Az alatt elég szépen megnőltek bent a lakásba az ablaküveg mögött. Kezdhetem a szétültetését, a pikírozását a paradicsompalántáknak. Fajtától függően nem egyformán fejlődnek, a folyton növő fajták azok már kis palántakorukban is gyorsabban fejlődnek. A pikírozás az azt jelenti, hogy szétültetem a magágyból a kis palántákat. Kiveszem a palánta földdel együtt, hogy a gyökerek ne sérüljenek. Megfogom a kis palántát, megnézem, hogy épp-e a gyökérzete. A poharakat szintén előkészítettem, és a fajtákat fölírtam a pohár oldalára, hogy tudjam, hogy milyen fajtát ültetek, és feltöltöm földdel a poharat, majd tömörítem. Nagyon lényeges, hogy a palántának a gyökere ne hajoljon vissza, lehetőleg függőlegesen menjen le a talajba. Négy ujjal tömörítem, hogy minél jobban fel tudja venni a kapcsolatot a gyökér a talajjal. Nem teszek túl sok földet bele, hogy locsolni is lehessen. Ültető talaj hasonlóan ahhoz, mint a magágyi talaj előkészítésénél, itt is a palánta föld, amit kereskedelembe lehet kapni, és a komposzt föld, amit saját magam állítok elő, felesbe van keverve, átrostálva és átkeverve. Jelenleg olyan 12-14 fok hőmérséklet van. Ez jó a palántáknak, nem túl meleg, nem túl hideg. Már a délutáni napsütés sem olyan erős, hogy nagyon hamar elfogynának a palánták. Ez most ideális idő. Jártam már úgy, hogy elég hideg idő volt, amikor a kis palántákat pikíroztam. 6-7 fok volt a kinti hőmérséklet, meg is viselte őket. Utána 1-2 hétig csak vegetáltak, nem is nagyon fejlődtek. Nagy sok hatás ez a növényeknek, amikor kivesszük a magágyból, és egyenként átültetjük. Úgyhogy utána is figyelni kell. Nem jó, hogyha szeles, napos helyen van, inkább csak egy árnyékos helyen kell tartani az első 2-3 napon, de fény azért mindenféleképpen kell nekik, és utána fokozatosan kell hozzászoktatni megint a napfényhez. Mint mondtam, nagyon lényeges, hogy a gyökere lehetőleg függőlegesen menjen le a palántának, és jól tömörítsük mellette a talajt. Ilyenkor egy kicsit megfonnyad, de az éjszaka folyamán majd felszív annyi vizet, hogy feszesebben álljon utána. Nagyon lényeges, hogy a kis poharaknak az alja ki legyen lukasztva, hogy a fölösleges víz el tudjon távozni belőle, illetve a tartó edényből is föl tudja venni a vizet, ha onnan szükséges. A beültetett palántákat belocsolom. És a locsolás után árnyékos helyre teszem. Következő fajta egy amerikai paradicsomfajta. Ez is folyton növő. Eléggé megnyúltak már szárak az ültető
ládába is, úgyhogy egy kicsit mélyebben is ültetem. A szárrész is bekerülhet a földbe. Ez a paradicsomnál nem gond, elviseli, ha mélyebben is ültetjük. A paprika az nem szereti. A paprika azt szereti, hogyha ugyanolyan mélyre kerül, mint ahogy a magágyba volt. A pikírozás után is lényeges, hogy milyen hőmérsékleten tudjuk tartani a palántákat. A nagyon hűvös idő megviseli őket is, úgyhogy legkedvezőbb olyan 18-24 fok közötti hőmérséklet. Természetesen, ha éjszaka lejjebb hűl az idő, azt jobban elviselik, de a napközi hűvösebb időt nem szeretik. Négy ujjal, négy oldalról megtömörítem a földet, így fölveszi a talajjal a kapcsolatot a gyökere. Csinálok egy kis lukat a gyökérhelynek, szép egészséges gyökere van ennek is, és körbeszórom a földdel. Négy ujjal tömörítem, fölül eligazítom, nézem, hogy melyek az egészségesek, mert ilyenkor is az életerős palántákat érdemes csak kiültetni. A pikírozás után is figyelni kell a kis palántákot, hogy nem kapott-e el valamilyen gombabetegséget, vagy egyéb rovarkárosító nem jelentkezik-e nála. Előfordul, hogy például a lisztecske megtámadja, akkor le kell permetezni. Gombabetegségeket ilyenkor, ha szellős helyen van, még nem nagyon kapnak a kis palánták. A legfőbb veszély még ilyenkor is a gyökérkárosító talajban lévő gombák. Ez akkor szokott föllépni, ha túl van locsolva a növény, esetleg áll a vízbe, akkor még ki is sohathat a gyökere.